A Mi Hazánk mozgalom a gyermekek egészséges fejlődése érdekében követeli, hogy lássák el mind a mozi, mind a tévé filmeket egy olyan figyelmeztető jelzéssel, amely már a film megtekintése előtt a szülők számára egyértelművé teszi azt, hogyha homoszexuális propaganda jelenik meg egy adott filmben. Ugyanis évek óta azt tapasztaljuk, hogy lassan most már nem készülhet film, különösképpen külföldi film, homoszexuális propaganda nélkül. Azt gondoljuk, hogy a gyermekek egészséges fejlődését az szolgálja, hogyha a szülők tudnak arról, hogyha bármilyen szexuális jellegű propaganda vagy jelenet szerepel egy filmben, ugyanígy azt gondoljuk, hogy a gyermekek egészséges fejlődését szolgálja az is, hogyha arról is tudunk, még a film megtekintése előtt, hogyha homoszexuális propaganda van ebben az adott filmben. Nyilván 18 év fölött mindenki eldöntheti azt, hogy meg akar-e tekinteni egy olyan filmet, amelyben homoszexuális propaganda zajlik, de 18 év alatt nem a gyermekeknek, nem a fiatalkorúaknak és nem a kiskorúaknak kell eldönteni, hogy egy adott film számukra megtekinthető vagy nem megtekinthető. És ugyanúgy, ahogy 18-as vagy akár 16-os karikával látunk el egy-egy filmet, mi azt kérjük, illetve követeljük és törvény javaslat formájában az országgyűlés elé is fogjuk vinni, hogy hasonló módon, hasonló jelzéssel lássák el azokat a filmeket, ahogy mondtam, a mozifilmeket, tévéfilmeket, tehát minden típusú filmet, amelyben homoszexuális propaganda megjelenik, és szeretnénk segíteni is ezt a munkát, nem csak törvényjavaslatot adunk be, hanem rögtön már egy ábrát is készítettünk, amely ábra a törvényjavaslatunk mellékletét fogja majd képezni. Itt látható az az ábra, amely homoszexuális propagandára fogja figyelmeztetni a szülőket, akik szeretnék a gyermekeik egészséges fejlődését megóvni az ilyen jellegű aberrációtól, devianciától és propagandától.